Hölgyeim és uraim, ez itt újra a Tapsrend, hiszen eltelt 2 darab hétére kicsit megbetegedtem, de ez minket nem rettent vissza semmitől. Kicsit forgattunk Lili Báronőt is, mást is, de ezekről majd egy kicsit később, bővebben. Tapsolj velünk! 2005 áprilisában a Raktárszínházban bemutatódott egy darab, a Lili Báronő, ami egyrészt azért is nagyon nagy különlegesség, mert én is szerepeltem ezen a bemutatón, és azonnal is szerepelek ebben a darabban. Eltelt 200 előadás, hölgyeim és uraim, és ha máshogy nem, 2 darab új beállónk is volt, egy kicsit beleforgattunk a Lili Báronőbe, és kicsit interjúztunk műsorvezető társammal, Brass Bencével is, és kollégáival. Országos viszonylatban is nagyon ritka, hogy egy stúdiószínházi előadásból 200 előadásig műsoron van valami. Ezt 2005-ben mutatta be a színház. Érdekes, mert ez ugye a Lili Báronő, mint olyan operett, de ez operett fantáziaként van a műfaji megjelölés a plakátra is kiírva. Nem a klasszikus értelemben vett operett, már csak azért sem, mert stúdiótérben van, már csak azért sem, mert 100 zongorával megy. És miközben a dalok, az eredeti jól ismert dalok, természetesen elhangzanak, és változtatás nélkül elhangzanak. Ez egy úgy zenés előadás, hogy gyakorlatilag a formanyelvét tekintve szinte egy prózai előadásról beszélgetünk, amiben elég sok tere van, nem a szövegi improvizációknak, hanem az ezt játszó művészek művészi és egyéniségbeli mozgástere valamivel talán nagyobb, mint a legtöbb előadásnál. Ettől érdekes módon nagyon megmaradt a dolog frissessége, és eléggé szereti mind a közönség, mind a játszók. Három tányér ibizli, nem fogok parmigyizni. Hanyadik előadásod lesz ez nagyjából a 200-ból? Körülbelül szerintem a 100-150-edik, nem tudom, az első időszakban egyedül játszottam ezt a szerepet, az utóbbi 2-3 évben vágyjuk egymást a Vadász Danival ebben a szerepben, úgyhogy körülbelül szerintem a 2/3-át játszhattam én ennek az előadásmennyiségnek. Ez volt az első operettem, amikor a Lili Báronőt bemutattuk. Az első olyan előadás, ami egy ilyen, nekem az első olyan előadásom, ami egy ilyen kis térben játszódik, mint a Raktárszínház. Úgyhogy több szempontból ez egy újdonság volt az én életemben, és azért most az évek, ahogy telnek, és játszunk egyre több előadásban, nyilvánvalóan az első kezdeti félelem, vagy hogy egyáltalán sikerül-e megérinteni ebben a kis térben a közönséget, hogy tudunk-e annyira személyesek lenni, amennyire csak lehet, és hát mennyire kell másképp dolgozni, és másképp játszani a nagy színpadhoz képest, illetve mi az, ami, tehát milyen határok között tudunk dolgozni. Ez alatt a néhány év alatt ezt sikerült fölmérni és megtapasztalni. Úgyhogy azt gondolom, hogy most már egész más bátorsággal játszom ezt a szerepet, és más érettséggel játszom ezt a szerepet, mint annak idején. Ó, Rómeó! Miért vagy? Miért vagy te, Rómeó? Mikor lehetsz király is? Tagadd meg atyát, dobd el neved, és ha nem teszed, csak esküdj kedvesen, és majd én nem leszek Capulettóval. Csit! Jövőjét a rád az ablakon. És kinézel vissza? A kertje az, s a fia Júlia. Kejt üdvökül nap, sőt meg bár a holdat, egy rég irigyen sápat, egyre sorban vett százszor szent. Szolgálója. Júlia? Rómeó. Júlia. Köszönöm, de én ezt nem fogadhatom el. Én nem akarok gróf Vilésházi lekötelezettje lenni. Félek, hogy a gróf igény tart majd a hálát. Ne féljen, Báronő, a gróf így viselkedne, ha komorgin majd megvédi. Jaj, köszönöm! El sem hiszi, hogy milyen boldoggát tett. És hogyha kiderül, hogy nagyon tehetséges, hihetek, én értek hozzá. A 200. előadásához érkezett a Lili Báronő, na de hanyadik előadásához érkezett a Lili Báronőben Szolnoki Tibor? Én is majdnem a 200-hoz, az előadásoknak majdnem a 99%-át volt szerencsém és örömöm végigjátszani. Mit csinál másképpen az előadásban az első előadáshoz képest, az 50-hez képest, a 100-hoz képest, szóval egy színész ezt hogy éli meg, ezt a majdnem 200 előadást?
Én azt hiszem, hogy nem is 50. vagy 100. előadásonként, hanem szinte majdnem mindegyik előadásnak egy picikét más az atmoszférája, más a lendülete. Ez egy zenés produkció, de ez nem az Operettszínháznak a nagy színpadán, hanem egy pici térben, egy olyan közeli térben játszódik, ahol a nézők karnyújtásra ülnek tőlünk. És ez borzasztó módon meghatározza ezt a darabot. Természetesen a próba folyamaton begyakorolt és betanult is ez a mesterségünk. Feladattól nem térünk el, az ember pontosan azt játsza. De sokkal jobban együtt lélegzünk a közönséggel, minden pillanatot másként kell megadni. Lehetőség van, miután ez nem egy nagy színpadi mű, hogy az ember csöndeket teremtsen. Ki lehet élezni, ki lehet húzni, ha erre van a közönségnek, éppen az aznapi közönségnek igénye. Ha nincs, akkor az ember rutinosan tovább megy, és a következő feladatnál, a következő poénnál, vagy információnál jut el a közönséghez. És ezt a napi változást, én ezt úgy hívom, hogy színház. Adj Isten, Földes úr! Szervusz, né! Az első időszakhoz képest a Lili Báron azért már jócskán megváltozott, sok szereplő is változott, jöttek, mentek a szerepekben a szereplők, és most is egy ilyen kaland előtt állunk. Két új szereplő áll be a darabba, Kalocsai Zsuzsa és Brass Bence. Úgyhogy a Zsuzsika hozza az ő pályát, és érdekes őt látni, hiszen ugye mindig megszoktuk tőle a nagy dálát a nagy színpadon, és itt is ugyanazzal a jelenséggel találkozunk a színpadon, de mégis van egy visszafogott bája, ami ugye tőle nem sokszor látjuk ezt. Úgyhogy nagyon érdekes, nagyon szép színeket mutat. Bence pedig hát egy nagyon szerencsés helyzetben van, mert egy olyan szerepet játszik ebben az előadásban, ami számos karaktert megmutathat. Még ettől zavarba is van egy kicsit, de majd az idővel remélhetőleg úrrá lesz a szerep, adta lehetőségekkel, és majd be tudja játszani. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy fogja fogadni a közönség ezt a 200-at, és reméljük még az évadban játszunk bele jó sokat. Nem egy primadonna szerep, ez egy jó karakter szerep, amiben igenis az embernek meg kell találni azt, ami jól áll, ami kedves, ami megjegyezhető. Kevés mondattal sokkal nehezebb egy jó jellemképet festeni valakiről, hogy megmaradjon a nézőknek az emlékezetében. Tehát ez egy nagyon-nagyon újfajta feladat és egy nagy kihívás. Legutoljára a főiskolán volt alkalmam így játszani, ahol Bernard Alba házában Ponciát játszottam, ami szintén nem egy primadonna szerep, igenis ezekért meg kell küzdeni. Tehát ezt nem adják csak úgy, hogy most én ezt ugye primadonnával kirázom. Nem, ezt nem úgy kell. Lili Bárónővel volt-e már korábbi kapcsolatod esetleg? Ezzel a darabbal találkoztál-e már a pályád során? Hát úgy találkoztam, hogy itt voltam a premiéren, és megnéztem őket. Egyébként sem Lilit, sem pedig egyik baroneszt sem játszott, vagy grófnőt nem játszottam. Tehát tulajdonképpen ez most egy kaland, egy nagy kaland. Próbálom megtalálni a helyemet abban az előadásban, ami most már 200-szor ment le a mai világban. Ez egy hatalmas nagy számnak számít, és egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen sikeres darabba beleilleszkedhetek kicsiny fogaskerékként. Kedves kicsiny, ne félj, egy-két a lelésnek szégyen, A színház legnagyobb örök primadonnája, Kalocsai Zsuzsa, aki személy szerint szívszerelmem, és egy fantasztikus embernek, és egy fantasztikus művésznek tartom. Hát ebbe ugye most ő egy korától messze sokkal idősebb hölgyként, Lehocki Zsuzsa partnereként, a két idős gerófnő egyikeként, Krisztinaként áll be. Nagyon jó nézni, ahogy tényleg egy ilyen igazi, par excellence primadonna, ahogy egy ilyen karakter szerepben brillírozik, és ahogy a
az idősebbet játszó művésznő karakter szereplése mögül is kicsillan az az igazi primadonna, és ennek az egésznek van egy nagyon furcsa kettősség, és egy nagyon furcsa feszültség, és egy elképesztő izgalma. Nagyon ritkán látni ilyen fajsúlyú egyéniségeket színpadon egymással játszani, egymásért küzdeni, illetve egymással összecsapni, mert ennek is megvan a maga feszültsége, és ez hihetetlen izgalmassá teszi a dolgot. A baronesztől kaptam kölcsön ezt a ruhát. Hoppá! Ki van az egész hátam? Jaj, csak meg ne fázzak. Kofner. Reumás vagyok. Kofner. Egyszer, hogy 30 éve fiatalnak néz ki. Na, jó, hát legyen 32. Mindig így kéne járni, jó? Jó, azt nem lehet. Magát a nagyon szigorú. Biztosan rettentően ki fogok kapni tőle. De nem bánom. Egyszer vagyok fiatal. Én tetszeni akarok valakinek. Kinek? Azt nem árultatom el. Csak annyit mondhatok, hogy az illető férfi. Jó. Nagyon szép ember. Itt áll előttem. Hát most már aztán fogalmam sincs, hogy ki lehet az. Neked milyen érzés egyrészt új beállónak lenni, másrészt egy olyan előadásban új beállónak lenni, ami már kétszer ment, mielőtt te belekerültél. Tehát ez téged inspirál inkább pozitív értelemben, vagy begörcsöltet, vagy te ezt hogy éled meg? Hát alapvetően ez az egész Lili Báron darab inspirál engem, de hát nyilván egy összeszokott csapatról van szó, tehát ha jól tudom, 2005 óta megy már a darab, rengeteget ment, most lesz a 200. Egy összeszokott csapat van, és így új beállóként nagyon furcsa, mindenki csinált már mindenfélét, mindenkinek megvannak a fikciai, a fix játékai, én viszont nyilván egy teljesen más karakter vagyok, mint akár a Peller Karcsi, vagy a Vizi Dávid, vagy több más ember, aki játszott ezt a szerepet, úgyhogy nyilván van pár dolog, amit máshogy csinálok, és ezt bizony nem mindig egyszerű a partnereken átverni, de szerintem nagyon jó lesz. Inspirálnak is érzem magam, viszont izgulok is. Művésztő! Művésztő! Vagyik állam még művésztő! De jó, hogy jön János bácsi. No. Jaj, de jó, hogy jön. Kérdezek magától valamit, jó? Jó van. Feleljen nekem bátran és őszintén. Pár napja este keresett engem valaki. Emlékszik? Emlékszek. Hogyne emlékeznék. Be is engedtem, mert a művésznő azt mondta, hogy engedjem be. És? Ki volt az az illető? A nevét is meg. Nem hát. Gróf Illésházi László. De akkor most indítanék, mert áll a vál odakint, meg a lovaknak is pihenik ő. A Józsi, most meg már, üvegelj! Van olyan színész, aki imád beugrani egy darabba, viszont én az a fajta vagyok, aki én azért szeretek végigpróbálni egy próbafolyamatot, mert akkor megvannak a saját kis játékaim, amik lehet, hogy az első próbákon nem olyan jó, de a végére másfél hónap alatt kialakul. Nos, erre nincs idő a két hét alatt. Hát nyilván megnéztem a DVD-t, de az csak egyszer, mert nem nagyon akartam a többiek játékát ellopni vagy lenézni. Hú, hát nem tudom, folyamatosan borítomi segítségével próbáltunk, eljátszott nekem minden partnert, nagyon aranyos volt, és folyamatosan gondolkodom a szerepen. Nem tudom más, hogy lehet készülni. Én, hogyha készülök egy darabra, vagy hogyha beugrok valamibe, akkor így nagyjából ebben élek. Tehát, hogy arra keltem fel ma is hajnalban, vagy 3-4-szer, hogy köszöntsük dallal és virága, és akkor folyamatosan ez a dal ment, és akkor most ide nyúlok, akkor most ezt csinálom, tehát ilyen teljes kizoid állapotban vagyok, úgyhogy nagyon várom a bemutatót. Oh!
Maras Bence, egy 22 éves fiatal kölök, nem fogok mellé beszélni, amikor ehhez a színházhoz szerződött, mint egy ilyen kis pop énekes. Nagyon komoly prekoncepcióim voltak. Na már megint ide jön valami ilyen kis sztárocska, aztán majd itt ugrabugrál, és akkor a tini lányok kíváncsiak lesznek rá. Nagyon kellemes meglepetés volt nekem a fiú, annó 2 éve, amikor megismertem, és azóta is kevés hozzá hasonló munkabírású és alázatú és képességű fiatal színész látok. Na, sok minden természetesen még meg kell tanulnia, meg fogja tanulni, mert megvan hozzá mind az akarata, mind a képessége, és mind az alázata. Nagyon jól áll neki egyébként ez a szerep, ez egyébként nem egy szerep, ezt még annak idején a Kis Zoli próbálta be, ez a Minden szerepben című szerep, ez 9 különböző karaktert takar. Tehát magyarul egy ilyen fregoli pillanatok alatt teljesen másik, és nem az, hogy most milyen kosztümöt vesz fel, hát ki a túrót érdekel, hogy milyen kosztüm van rajta, hanem lelkiekben is 9 nagyon különböző, nem figura, ember ez, és nagyon-nagyon jó lesz benne a kölök. Te Tóru Karényi Miklós Martéval beszélgetünk, de először elmondom, hogy miért is. No, gyerekek, azért beszélgetünk a Martéval, mert lesz egy kis koncertje az Atrium Filmszínházban, a Budapest. Hey, Faux Jazz Bandel, meséljél kicsit, Marté. Kerényi Miklós Máté, amellett, hogy majdnem minden este játszik az Operett Színház színpadán, amellett, hogy évek óta nagy sikerrel vezeti a Tapsrend című nagyszerű műsort, amellett, hogy most egy kicsit náthás és beteg, és nem futja a legjobb formáját, amellett egy koncertre készül. Milyen koncert ez? Október 11-én lesz a kezdő koncertje az Atrium színpadon, ez a volt régi május egy mozi a Margit körúton, az Atriumban lesz az Operasztárok Budán, ez az Operett Színháznak egy, aztán minden második hétvégén lesz egy ilyen kis koncertsorozat, és ennek én vagyok, illetve mi vagyunk az első koncertje, jó magam és a Budapest Folk Jazz Banddel fogunk adni egy komplett egész estés koncertet. Elég volt a szerelemből végleg igazán, lány, ne nézzen többé rám, egy se nézzen rám. Kapjon léket 100 000 szívvágyak tengerén, mindent, ami nő nevű, elfelejtek én. Ifjúságom szép delén, rám tör az erény. Így döntöttem, vége, pont, a szerelem ennyi volt. A Budapest Folk Jazz Band, mint formáció, létrejött tulajdonképpen már 1.5 évvel ezelőtt, és amikor már volt egy nagyobb repertoárjuk a srácoknak, akkor tulajdonképpen ők kerestek egy énekest, és egyöntetően, ami számomra nagyon megtisztelő volt, odaértek hozzám, és mondták, hogy ők egyöntetően rám gondoltak, és azt szeretnék, hogyha ennek én lennék, és akkor én mondtam, hogy akkor még fogalmam sem volt, hogy milyen zenét játszanak, vagy mi ez az egész, és akkor megmutatták, és mondtam, hogy ez az, és én ezt akarom csinálni. És milyen zenét csinálnak egészen pontosan, illetve milyen zenét csináltok ti együtt? Tulajdonképpen a Budapest Folk Jazz Bandből a folk az azt jelenti, hogy minden, ami magyar szerző tollából pattant ki, azt dolgozzuk át különböző stílusokba, swingbe, vagy big bandbe, vagy jazz bandbe, tehát éppen ami a ragtime-ba, bosszanovába, amiben megfogjuk a dolgokat, és természetesen a folk egy kicsit azt is jelenti, hogy van például, amit legényesbe. Tehát a táncoló fekete lakcipőket, azt effektíve ott szól alatta a legényes kis hegedű szólam gazda Bencétől, úgyhogy mindenféle, ami szemszájnak ingere, operettek, műzikelek, és természetesen magyar popok is ide tartoznak, hiszen azok is magyar szerzők tollából pattantak ki. Jaj, cica, ezem azt a csöpp kis szád, nélküled még a mennyország is fád. Nem megyek egyedül oda, nem hagylak el, nem én soha. Jaj, cica, ezem azt a csöpp kis szád, nélküled még a mennyország is vár. Ha ő
Nekem ezekhez a dalokhoz közöm van, és azt, hogy ha most csak ilyen szépet szeretnék mondani, ha csak 1% esélye van arra, hogy ezzel az egész formációval is rajtunk keresztül egy kicsit több emberhez jut el az operett, akkor már megérte az egészet csinálni. Mert tulajdonképpen a magyar operett, ami egy hungarikum, azt gondolom, hogy a magyar musical is egy hungarikum, ugye az operett szerzőknek a továbbítói, ezekkel foglalkozni, és ezeket egy olyan típusú stílusba tenni, ami számomra nagyon kedves, ez a kicsit big bandes, kicsit 30-as, 40-es, 50-es Amerikának a dolgai, tehát hogy ebbe beletéve ez számomra egy nagyon nagy gyönyörűség, és én mindenképp élvezem, a srácok is nagyon-nagyon élvezik, és azt gondolom, hogy ha mi 8-an élvezzük, akkor a közönség is élvezni fogja. Ez egy egyszeri alkalom lesz ez a koncert, vagy netán rendszeresen innentől kezdve Kerényi Miklós Máté featuring Budapest Folk Jazz Band, mint formáció, közös CD, világkörüli turné, és még sorolhatnám. Maga a formáció az így együttesen létezik, hogy Kerényi Miklós Máté és a Budapest Folk Jazz Band, tehát ez nem egy egyszeri alkalom, ugye már voltak koncertjeink a nyáron is, és lesznek még különböző vidéki városokban, színházakban lesznek még koncertek az év közben is, illetve különböző meglepetésekkel és információkkal szolgálhatok majd még október 11-én, aki eljön az Átriumba, de ezeket most még nem mondhatom meg. Köszönjük szépen, ott leszünk remélem, és beleforgatunk ebbe a nagyszerű koncertbe, ha kapunk tiszteletjegyet. Mindenképp, abszolút, és várom. Jó, ma veszük, ugye? No, akkor azt szeretném mondani, hogy köszönöm, hogy itt voltak velünk, együtt töltöttük ezt a napot is, nagyon szép volt ez a mai Tapsen műsor. Én Brass Bence voltam, szeretnék elköszönni, viszont látásra. Adj Isten!